benne van ebben a mérkőzésben az is, hogy mondjuk lesz egy gólzáporos meccs, és akkor vagy egy 3-3-as X, vagy valaki nyer egyel. Na, nézzük, most lesz ebből helyzet. Leoni, na most már volt nagy gólszerzési lehetőség. Zsótér mehet, ott van Szendre is. Zsótér, el lehet azt lőni, szappanos véd. Minden Kecskeméti visszahúzódott. Haraszti, Belényesi tovább fejelte, és ez 11-es. Úgy tűnik, hogy ott volt egy lerántás. És Szél Pál harcol ki büntetőt. Igen, úgy tűnik. Még egy sárga lap is. Ott fogja egyébként Katona Szél Pál mezét, de hát nem tudom. Megvan a kontakt, de ha ezért esett el Szél Pál, akkor az baj. Érvényes a büntető. 37. perc. Haraszti mellé rúgja. Elkezdődik az 52. perc. Szendrei. Mekkorát kellett védenie szappanosnak. Horváth szöglete. Messi fejjel. Az nagy helyzet, és megint szappanos. Másodszorra pedig a háló tetejére esett a labda. Szabó Bálint. Eltekeri Szabó, az nagy passz is lehet, és gól is lehet, mert gól. Windecker. A 8. találatát jegyzi a szezonban Windecker József. Egészen elképesztő ez tőle. És a Paks itt az elmúlt percekben tudott azért nyomást helyezni a Kecskemétre, annak ellenére is, hogy szappanostól azt megelőzően kellettek a bravúrok. Most azonban összehozzák. Böde Dánielt keresi, de Windecker találja Osvát. Ott a középre tett labda Hán, és egy óriási Varga Bence védés. Horváth. Belényesinek magas, de jött egy fél szappanos, megint nagyot véd. Vágó bólintását hárította a paksi kapus.